Bizonytalan jövőkép. Veszélybe kerülhet a gyümölcs termesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az új vízgazdálkodási szabályok miatt. Tanúszoda épül Fehérgyarmaton. A beruházás alapkövét ma tették le. Egy kormányzati döntés alapján a megyében összesen 4 városban lesz új tanúszoda. Mezőgazdasági pályázatok. Az idei évben 1350 milliárd forintnyi uniós és hazai támogatási összeget tudnak lehívni a gazdák. Jelenleg már 26 projektre adható be kérelem. Veszélybe kerülhet a gyümölcs termesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az új vízgazdálkodási szabályok miatt. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az úgynevezett VGT-2 szerint a megyében gyakorlatilag sehol sem lehet új öntözőrendszereket építeni, anélkül pedig gyümölcsöst sem érdemes telepíteni. A szakállamtitkár azt mondta, a vízügyi hatóságokat kell pozitívan befolyásolni, hogy a gyenge vízminőség ellenére adjanak ki engedélyeket. A Feti Vízig osztályvezetője egyértelművé tette, a szabályokat nekik is be kell tartani. Szerinte inkább más, kisebb vízigényű növényeket kellene termeszteni. Öntöző csővel vannak összekötve az almafák ebben a tiszabercei kertben. 36 hektáron intenzív módszerrel, 40 hektáron pedig hagyományosan termelik a gyümölcsöt. Ha nem öntöznének, akkor nem lehetne mit betakarítani. Intenzív gyümölcsöst öntözés nélkül ma már a szélsőséges időjárás miatt nem lehet telepíteni. A 9-es alanyon olyan kicsi a gyökérzete a növénynek, ha nem kap folyamatosan vizet, akkor a termésre nem is lehet számítani. A Nemzeti Agrárkamara megyei elnöke is arra ösztönözte a gazdákat múlt pénteken egy balkányi fórumon, hogy korszerűsítsék az ültetvényeket, ezzel párhuzamosan pedig építsenek öntöző rendszereket. Kószerű ültetvényeket kellene létrehozni, az öreg ültetvényeket ki kellene cserélni. A kószerű ültetvény alatt érteném, hogy öntözött területeket hoznánk létre, anélkül nem is javasoljuk a telepítéseket. Ezen a térképen a felszín alatti vizek állapota látható a megyében. Narancsárga részen gyenge a minőség, azaz nem lehet öntözni. Kis Miklós Zsolt, a miniszterelnökség agrárvidékfejlesztési államtitkára azt mondta, a vízügyi hatóságokat kell arra ösztönözni, hogy adjanak ki vízjogi engedélyeket. Az a megoldás, hogy a vízügyi hatóságot és a vízügyi igazgatóságokat kell e tekintetben pozitív irányba ösztönözni, és egy olyan jó, de szakmailag megalapozott döntést hozni, amelynek értelmében adott esetben még azok a területek is kaphatnak valamilyen formájában öntözési engedélyt, akikre most úgy látjuk, hogy esetleg mégsem kaphatnának. Látható itt ez a narancsos szín, hogy ez a gyenge állapotra utal. Veres József, a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság osztályvezetője azt mondta, hogy a felméréseket, az adatokat nem tudják figyelmen kívül hagyni. Sajnos a negatív állapotok azt jelzik, tehát gondolok itt a klímaváltozás hatására, a túlhasználatra, az illegális vízkivételek, hogy bizonyos helyeken korlátozni kell ezt a tevékenységet, illetve új fejlesztések nem engedélyezhetők. Szerencsések azok a gazdálkodók, akiknek már megvan az engedélyük. Tiszabercelen például 2019-ig öntözhetnek. A jövőt viszont borúsan látják a termelők. Ha nem kapunk öntözésre támogatást, ami egy korszerű öntözés körülbelül a telepítésnek egy harmadába belekerül, akkor ellehetetlenülünk, és nem leszünk versenyképesek, tudva azt, hogy most is milyen verseny alakult ki az almapiacon. A vízügyi szakemberek azt javasolják, hogy a gyenge minőségű területeken gazdálkodók más, kisebb vízigényű növényeket termesszenek. Azt el kell, hogy mondjuk, hogy a klímaváltozás hatására azért meg kellene fontolni, hogy bizonyos területeken nem szükséges termelési kultúra, művelési ágváltás. Az érintett gazdák területük állapotáról a vízügy.hu oldalon tájékozódhatnak, de kérhetik az igazgatóság munkatársait is arra, hogy mérjék fel gazdaságukat. Tanúszoda épül Fehérgyarmaton, a beruházás alapkövét ma tették le. Úszómedence, tanmedence, valamint kiszolgáló helyiségek is helyet kapnak majd a létesítményben. Egy kormányzati döntés alapján a megyében összesen 4 városban lesz új tanúszoda. Jövőre már nem csak ide, a fehérgyarmati strandra várják a vízisportok kedvelőit, hanem a mellette épülő tanúszodába is. Ez a makett a sportlétesítményt ábrázolja, amelyben egy nagyobb, valamint egy kisebb oktató tanmedence is helyet kap. A beruházás összköltsége 360 millió forint, az önkormányzat 20 millió forinttal járul hozzá. Az alapkőletételen elhangzott az üzemeltetés a kormány feladata, ami évente több 10 millió forintos kiadástól mentesíti a települést.
Az eredeti terv az egy nettó 150 millió forintos bekerülési költségű tanúszodáról szólt, amely mind összegében, mind pedig műszaki tartalmában sokkal kevesebbet tudott, mint a jelenlegi létesítmény. Több önkormányzat jelezte, többet között Fehérgyarmat város önkormányzata is, hogy nem szeretné ezt a sátras megoldást a Tammedencék felé, vagy az Uszómedencék felé. Ezért a kormány, én úgy tudom, hogy személy szerint miniszterelnök úr is azt mondta, hogy ezen változtatni kell, és elvetették ezeket a terveket. A megyében összesen 4 tanúszoda épül. Az első beruházás a fehérgyarmati sportlétesítmény kialakítása, közölte Tilki Attila országgyűlési képviselő. A program összesen csaknem 40 ezer lakost érint. Az elsődleges feladat, ami minden politikus számára, legyen az képviselő vagy polgármester, fontos, hogy a utánunk következő nemzedék milyen lesz, milyen egészségügyi állapotban lesznek a fiatalok, ugye épp testben, épp lélek, ezt a mondást mindannyian ismerjük, tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy egészséges fiatalok legyenek, és ehhez persze feltétel az, hogy itt a folyók mentén tudjanak úszni, hiszen az úszás önmagában akár az úszásra is jó, mint versenysportra, de lehetőséget ad, hogy bármilyen vízzel összefüggő sportot tudjanak folytatni a fiatalok. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program első ütemére 38 milliárd forintot fordít a magyar kormány, így országszerte 24 tanterem, 25 tornaterem, 24 uszoda és 5 komplex iskola fejlesztés valósul meg. Ezek közül 6 beruházás érinti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Amit mi talán érdemes tudni, hogy ugye egy koncepciótervet dolgoztunk ki erre a tanúszodára, majd ezeket ugye a helyi városi igényekhez igazítottuk. Ebben a tanúszodában is, ugyanúgy, mint az összes többi településünkön, lesz egy úszómedence és egy tanmedence kiszolgáló helyiségekkel és öltözőkkel. A fehérgyarmati tanúszoda várhatóan jövő év elejére készül el, így a 2016-2017-es tanévben az iskolások már tanórákon is használhatják a korszerű létesítményt. Az idei évben 1350 milliárd forintnyi uniós és hazai támogatási összeget tudnak lehívni a gazdák a mezőgazdasági pályázati rendszerben. Jelenleg már 26 projektre adható be támogatási kérelem. Az elmúlt fél évben a teljes forrás több mint 50%-a elérhetővé vált. Ennek az almásnak a jégháló rendszere is Európai Uniós támogatásból épült meg. A gazdákat a hasonló beruházásokra most egy jóval egyszerűbb mezőgazdasági pályázati eljárási rend várja. A vidékfejlesztési stratégiáról szóló mai nyíregyházi agrárkonzultáción elhangzott, az unió által előírt vízjogi engedélyeket kivéve például egyetlen esetben sem kérnek jogerős engedélyeket a mezőgazdasági pályázatok beadási szakaszában. Egységesebb a feltételrendszer, és továbbra is eltekintenek az önerőigazolásától is. Az elnyert támogatási összeg 50%-áig lehet előleget igényelni. Ebben az esetben azonban biztosítékot kell nyújtani a pályázónak. Ez a biztosítékhez az igényelt előleg összegének megfelelő összegű, tehát 100%-ának megfelelő összegű biztosítéknak kell lennie, és bankgaranciát tudunk elfogadni, illetve ezzel ellen egyenértékű biztosítékot. Ez sajnos megint Európai Uniós szabály teszi számunkra kötelezővé, azonban ennek ellentételezéseképpen a vidékfejlesztési pályázatoknál ellentétben más pályázatokkal semmilyen más esetben nem kérünk biztosítékot. A megyei önkormányzat a vidékfejlesztési stratégiához kapcsolódóan koordináló feladatot lát el. Agrármegyeként maga a vidékfejlesztés, illetve a területfejlesztési programjaink elkészítésekor kiemelt helyet kaptak azok a fejlesztési célok, amelyek az agrárfejlesztésekhez, a vidékfejlesztéshez kötődnek. Kiemelhetem itt a versenyképes élelmiszergazdaság termelését célzó stratégiai célt, vagy akár az élhető vidék és a felzárkózó külső perifériáknak a támogatását, ami azt hiszem, hogy egy ilyen sok kis településsel rendelkező megyében, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, kiemelten fontos stratégiai cél kell, hogy legyen. A konzultáción elhangzott, a kormány főképpen a megyét is érintő munkaerőigényes mezőgazdasági ágazatokat az előző támogatási rendszerrel ellentétben a kis és közepes gazdaságokat kívánja támogatni. A külső átlag hőmérséklet már 2 napja tartósan 15 fok fölött van, ám a legtöbb távhős lakásban még langyosak a radiátorok. Nyíregyházán és környékén mintegy 16 ezer lakossági fogyasztó tartozik a nyírtávhőhöz, közülük eddig 1800-an mondták le a fűtést. Sokan nem tudják, a fűtési idény vége előtt a közös képviselőn keresztül írásban lehet lemondani a szolgáltatást.
A fűtési idény április 15-ig tart, azonban a távhőszolgáltatóknak előírás, hogy május 15-ig biztosítaniuk kell a szolgáltatást. Az előrejelzések azonban azt mutatják, már nem várható hideg idő. Ezen a héten már 20 fok feletti értékeket is mérhettünk napközben, ám a távhős fűtés megy, nem áll meg, amennyiben annak leállítását nem kérik a lakók közös képviselőjükön keresztül. A lakóközösségek kérik a közös képviselőtől, és ha megfelelő számú igény merül fel, akkor a közös képviselő ezt jelenti a távhőszolgáltató részére, ezt megteheti írásban természetesen, sőt kötelező írásban megtenni, e-mailen, ez nagyon gyors, lehet faxon is, illetve postai úton levélben is lehet. Az elfordult módot e-mail, erre a távhőszolgáltató nagyon egyszerűen egy úgynevezett általános univerzális nyomtatványt kitalált, ezt le kell tölteni az interneten, kitölt a közös képviselő, aláírja, és már is 2-3 órán belül ez meg is szokott valós szólni. Kisvárdán több mint 1200 lakossági felhasználó és mintegy 30 intézmény tartozik a kisvárdai távhőszolgáltatóhoz. A városban eddig még csak 2 intézmény mondta le a fűtési szolgáltatást a jó idő miatt, a lakosok és lakóközösségek pedig azért nem, mert már mindenhol van úgynevezett költségmegosztó, és a termosztatikus szelepekkel lényegében lezárható a fűtés a lakásokban. Ugyanez a helyzet Mátészalkán is, a Szalka távhőnek mintegy 1800 felhasználó van, egyelőre közülük is alig jelezték a szolgáltatás lemondását. Nyíregyházán és környékén már jóval több a távhős fogyasztó, mint egy 1000 nagyobb felhasználó úgynevezett közületi, és 16 000 lakossági fogyasztó tartozik a nyírtávhőhöz. Mi ugyan nem fűtünk, már régen elzártuk, de még nem mondták le. Hát sok idős hölgy van, aztán idős emberek azok fáznak még, meg pici gyerekek. Lakógyűlés volt, és a közös képviselőnek átadtuk a jogot, hogy amikor úgy dönt, akkor lemondja, mikor fázik valaki, akkor visszaállnak. Tehát ilyen egyszerű. Tehát nem kell minden lakóhoz végig szaladgálni, hogy megoldják ezt a problémát, hanem ilyen egyszerűen megoldottuk mi. Hiába a jó idő, a legtöbb nyíregyházi távhős lakásban még mindig langyosak a radiátorok. Jelen pillanatban a külső átlaghőmérséklet most már 2 napja tartósan 15 fok fölött van. Egész konkrétan tegnap például 19 fok volt a külső átlaghőmérséklet. Emiatt a fogyasztóink folyamatosan mondják le a szolgáltatást. Ma reggeli friss adat szerint, mint egy 1800 lakásban, tehát több mint 10%-ában már nem fűtünk a lakosságnak, a közületek közül pedig mint egy 60 közületnél már nem történik fűtési szolgáltatás. A távhős szakemberek azt javasolják, a fűtés leállítását követően a termosztatikus radiátor szelepeket ne zárják el teljesen, így ugyanis elkerülhető a rendszer levegősödése. 2 autó ütközött tegnap este a 4-es számú főúton Újfehértó és Császárszállás között. Az egyik autós nem állt meg a baleset után, elhajtott a helyszínről. A sofőr vagy tanúk jelentkezését várja a rendőrség. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. A helyszínelés idején váltakozó irányban haladt a forgalom, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Szlalomozás, gyorsítás, fékezés, a megfelelő kivitelezésre is figyeltek a bírák a középiskolai közlekedésbiztonsági kupán Nyíregyházán. A versenyen elméletben és gyakorlatban is megmutatták tudásukat a diákok. Autóban ülve, robogón és kerékpáron is akadály, valamint ügyességi pályán kellett haladniuk a versenyzőknek. Ez egy olyan megmérettetés, mely során a középiskolások közül a legjobb kerékpáros, segédmotorkerékpáros és személygépkocsi vezetője megyénket fogja képviselni jövő héten Debrecenben megrendezendő országos versenyen. A vízgazdálkodás szakmacsoport legjobbjai versenyeztek Nyíregyházán. Az országos szakmai tanulmányi versenyen 14-en vettek részt, közülük 7-en évízesek. A diákok gépészeti feladatokat is kaptak. Többek között szivattyúkkal dolgoztak a megmérettetésen, majd geodéziai méréseket kellett végezniük, elemezniük. A döntőben, akik a legjobban szerepelnek, azok megkaphatják már most a szakmai vizsgájuknak a végeredményét, ugyanis ha valaki 4-es fölötti összeátlagot ér el, akkor már májusban nem kell vizsgáznia, tehát ő már akkor a társait csak a páholyból nézheti, hogy hogy fognak akkor dolgozni. Tehát azért komoly tétje van ennek. Ennek
Egy pontos vereséget szenvedett Jászberényben a Marsó-Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság alsó házában lejátszott mérkőzésen Sitko Ernő együttese 101-100-ra kapott ki közvetlen riválisától. A kék cápák szombaton a MAFC-ot fogadják a Bemiskola csarnokában. Mindkét csapat számára fontos volt a mérkőzés, mivel a hazaiak matematikailag még elkerülhetik az osztályozót, a vendégek pedig az utolsó pozícióból szeretnének elmozdulni. Az első negyedet 4 ponttal a Nyíregyháza nyerte, a második 10 perc 9 ponttal a Jászberényé lett. Fordulás után nőni kezdett a két csapat közötti különbség, már 16 ponttal is vezetett a házigazda, de a kék cápák nem adták fel, ledolgozták a hátrányukat, sőt a negyedik negyedben a vezetést is átvették. A Jászberény fordított, majd Anru büntetőivel 1 pontra felzárkózott a nyíregyházi csapat, sőt 2 másodperccel a meccs vége előtt Szavics hozhatta játékba a labdát, Krisztanovics dobása azonban kimaradt, így újabb szoros meccset vesztette a Sitko Ernő együttese. Az első negyedben alapvetően minden sikerült, de ezt az előnyünket nagyon könnyelműen eladtuk. Itt követtük el az első hibát, sokkal fegyelmezettebben, talán biztos 20-11 volt az állás, amikor mi gyors indítással jöttünk, és nem fejeztük be kosárral, hanem eladtuk. Nem mindegy, hogy ott 22-11 van, vagy 20-15 lett, ahogyan az a mérkőzés további részében alakult. Ebből hagytuk a Jászberényt visszakapaszkodni, és ők ezt szépen kihasználták, majd a második félidőben szépen egy 16 pontos előnyt építettek maguknak. Mindenféleképpen pozitív az, hogy ebből a hátrányból is mi visszakapaszkodtunk egy erős védekezéssel. Sajnos ebben az időszakban is elkövettünk néhány olyan alapvető hibát, ami azt eredményezte, hogy nem tudtuk megnyerni a találkozót. A nyíregyháziak így 2 győzelemi távolságra kerültek a jászberényiektől, akiknek viszont tovább él az esélyük az osztályozó elkerülésére. Ez a nyíregyháza meccs, ez lehet a legfontos meccs most a bajnokságon, és muszáj nyerni, ez volt a kicsit nyomás, ez volt, nem indulunk nagyon jól. Utána csináltuk a különbség, csak jön az elfáradott, megint mondtam, és visszajön a meccsek a Nyíregyháza. Nyíregyháza nem gyenge csapat, a csapat ki tud nyerni Paks ellen, 30 pont, ez nem gyenge. Csak végül is sikerül. Nekem boldog, nagyon boldog vagyok. A Marsó-Nyíregyháza szombaton a MAFC csapatát fogadja. A mérkőzés 16 óra 30-kor kezdődik a Bemiskola csarnokában, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják a találkozót. Győzelemmel mutatkozott be a nyírbátori futballcsapat kispadján Márton István, aki az elmúlt hétvégétől irányítja az NB3 keleti csoportjában szereplő együttest. A bátoriak sorozatban 3. sikerüket aratva 3-1-re győztek Felsőtárkányban. Az őszi szezonban 16 meccsen mindössze 8 pontot gyűjtöttek a bátoriak, így a telet a kiesést jelentő utolsó helyen töltötte a csapat. Már tavasszal a játékos edző Ambrusz Árpád irányításával magára talált az együttes, a középhátvéd a 25. forduló előtt átadta a kispadot Márton Istvánnak. A legutóbb a Nyíregyháza Spartakusz technikai vezetőjeként dolgozó szakember neve már tavaly szóba került, de a tréner csak mostanra döntött a váltás mellett. Tekintve, hogy a nyírbátor tavasszal 8 meccsen 16 pontot gyűjtött és fellépett a tabella 13. helyére, az új edző nem akar letérni a legutóbbi 3 mérkőzésen 3 győzelemhez vezető ösvényről. Nem akarok különösebben belenyúlni már bajnokság végéig. Ugyanaz szerint fog haladni most már az edzések felépítése, mint eddig. Már csak amiatt is, ugye eddig Ambrusz Árpi csinálta, akinek a felfogása az nagyon hasonlít az enyémhez. Szinte az edzések is úgy voltak megtervezve, ahogy én is. Tehát apró változások vannak. Nagyon nem fogunk belenyúlni se a regenerálásba, sőt még a játékrendszerbe sem nagyon. Esetleg egyszer-egyszer az ellenfelektől függően, de nem lesz itt radikális változás. A korábban több mint 60 élvonalbeli meccsen szereplő Illés Gyula a téli szünetben érkezett a csapathoz. A középpályás szerint az erősítések mellett a jó felkészülés is hozzájárul a tavaszi eredményekhez. Rajtam ki azért még jöttek játékosok, akik szerintem használva vannak a csapatnak, gondolok itt Müller Zsoltra, Lakatos Lászlóra, vagy akár Kapusra, Fülöp Gergőre. Úgyhogy azt gondolom, hogy a felkészülés az jól sikerült, mindenki elvégezte a munkát, ami elő volt írva. Az edzőmeccsek is szerintem úgy alakultak, hogy lehetett arra alapozni, és ugye ez szerencsére beigazolódott a bajnoki mérkőzéseken is. A Nyírbátor szombaton a 6. helyen álló Putnokot fogadja. A 26. forduló további párosítása a következő, Nyíregyháza Spartakusz Tája, Jászberény Felsőtárkány, Tiszaújváros Cegléd, Rákosmente KSK Reac, 60 Cigánd, DVSC Dac Somosese és DVTK 2 Újpest 2.
Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Veszélybe kerülhet a gyümölcs termesztés Szabolcs-Szatmár Bereg megyében az új vízgazdálkodási szabályok miatt. Az úgynevezett VGT-2 szerint a megyében gyakorlatilag sehol sem lehet új öntözőrendszereket építeni, anélkül pedig gyümölcsöst sem érdemes telepíteni. Tanúszoda épül Fehérgyarmaton, a beruházás alapkövét ma tették le. Úszómedence, tanmedence, valamint kiszolgáló helyiségek is helyet kapnak majd a létesítményben. Egy kormányzati döntés alapján a megyében összesen 4 városban lesz új tanúszoda. Az idei évben 1350 milliárd forintnyi uniós és hazai támogatási összeget tudnak lehívni a gazdák a mezőgazdasági pályázati rendszerben. Jelenleg már 26 projektre adható be támogatási kérelem, az elmúlt fél évben a teljes forrás több mint 50%-a elérhetővé vált. A Kölcsei Televízió iradóját látták április 7-én csütörtökön. Friss hírekkel természetesen holnap este is jelentkezünk, addig is tudósításainkat, műsorainkat megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken változékony időre számíthatunk záporokkal. Északnyugat felől egy hullámzó frontrendszer, délnyugat felől pedig egy mediterrán ciklon közeledik. És a két rendszer előtt egyelőre meleg, de egyre nagyobb nedvességtartalmú levegő áramlik. Éjjel a változó felhőzetből kisebb eső, zápor előfordulhat. A főként keleti szél mérsékelt marad. Reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Pénteken napközben eleinte változóan, később erősen felhős lesz az ég, rövidebb napos időszakokkal. Záporokra, helyenként zivatarokra is számítani lehet. A keleti szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet. Eleinte meleg, majd pénteken a nap második felétől hidegfronti hatás érezhető térségünkben. A hétvégén és jövő hétfőn többnyire erősen felhős időre kell számítani. Szombaton ismétlődő esővel, záporokkal, majd vasárnap csökken a csapadék hajlam, de elszórtan ekkor is lesznek záporok. Szombattól több fokkal visszaesik a hőmérséklet. A kora nyárias időjárás egyelőre nem tér vissza, a jövő héten változékony, de az átlagosnál kissé melegebb időben lesz részünk.